Emberek, beszélgetések, életre szóló ízemlékek. A Popfilter extra támogatója a PIK. Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Csepei Adrián vagyok és idegenből jelentkezünk, egészen pontosan Szegedről. A régi hallgatóink már megszokhatták, hogy évente egyszer-kétszer mini sorozatokat indítunk a popfilterben. Ehhez akadt egy szuperpartnerünk idén ősszel. A PIK arra kért, hogy vendégálják meg olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnék. Hát jó sok ilyen ember van, azt mondhatom. És kiválogattunk néhány olyat, akik előkelő helyen szerepelnek a listámon. És mindjárt van egy csavar a történetben, ugyanis tényleg idegenben jelentkezünk, ami nagyon ritkán fordult elő, és már most már mindjárt elárulom, hogy honnan, Szegedről, a PIK Arénából. ugyanis itt ül velem szemben Pánhidi Bence és Miklár Roland, a PIK Szeged két játékosa. Sziasztok! Szia! Azt, azt hittem, hogy az lesz a csavar a történetben, hogy akiket kiválogattatok, hát azok sajnos nem, nem értek le, úgy, rá, úgyhogy úgy, hogy mi jöttünk. De köszönjük igen. szépen, nagyon-nagyon jól esik. Igazából köszönjük. igen, mert tudod, a többiek most dolgoznak edésem Nem, nem viccelünk sérüléssel, de az az első kérdésem, hogy hogy vagytok? Mert ez sajnos most mind a kettőtöknél fontos és itt kérdés. Kezdjem én? Igen. Én pont a mai napon vagyok, amikor felvesszük ezt. Két hete lettem megműtve. A porcomat a jobb térdemben ki kellett tisztítani, és sajnos beszakadt. Hát és... a jobb térdem még nem volt műtve, a másik bal már ötször, úgyhogy most már remélem, hogy ez az ut utolsó hatodik műtétem volt, és ezután már nem kell ezzel foglalkoznom. De sajnos most megesett egy ilyen, hát véletlen, lehet ezt mondani, de szerintem nem véletlen, mert két hete húzódott már egy ilyen kis fájós sérülés a térdemben, egy gyógyszer, ilyen selejtező mérkőzések a válogatottban, a klubban, BL mérkőzések, edzések, és hát természetesen jó profi módjára majd a gyógyszer megoldja, és ez, és ez így folytatódott, úgyhogy az lett a végeredmény, hogy broppant egyet a térdem, és ezáltal a, a műtőasztalra kerültem. Úgyhogy nem ajánlom senkinek, aki kicsi fájdalma is van, inkább álljon meg, pihenje ki. De sajnos nálunk akkora a hajtás, és akkora volt a menet, hogy, hogy ott kellett, hogy legyek. És, és ezt a gyógyszerek egy darabig meg tudták oldani, de egy bizonyos pont után már nem. Hát igen, és a másik, sajnos akinek nincsen túl jó szériája sérülés szempontból, az a bence. Unod már mi, hogy erről kérdezgetnek az elmúlt hónapokban folyton? Igen, ugye nekem is kicsit új ez az, az egész, hisz az elmúlt tíz évenben, mióta profikézi labdázó vagyok, azóta nem hagytam ki hosszabb időt sérülés miatt, úgyhogy nagyjából tavaly, nem is tavaly, idén márciusban kezdődött az egész a derekammal, az úgy azt gondolom, hogy rendbe is jött, és akkor most újult erővel kezdtem a szezont. Az alapozáson kezdődött egy Covid-dal, utána kezdődött egy olyan, vagy folytatódott egy olyannal, hogy beszakadt a vádlém, utána beszakadt a combom. Aztán elmentünk kírbe egy hosszú út után, az edzés utolsó 5 percével ráléptem a Miki lábára, ismét aláfordult a bokám, ami a tavalyi, vagyis a, igen, az Európa Bajnokságon is problémát okozott. Majd ezt követően rá egy hétre játszottam két injekcióval a popomba, és az alborg ellen az ötödik percben elszakadt a hüvelykújamban a, a feszítőin hogy nagyjából most így áll a helyzetem, az ott van egy gyulladás is a bokámba, de most már remélem hogy ennek az ördögi körnek lassan vége lesz és bezárul ez a kör. Mindig ott műsor végén szoktam kívánni, de most azt kívánom nektek, hogy legyen ez a lezárása ennek a, ennek a rossz szériának, és csupa szuper dolog történjen, nem csak egészségügyileg. Ízemlékekről fogunk beszélgetni, és azon gondolkodtam, hogy Szeged mind a kettőtöknek már nem szülővárosotok, de fontos karrieretekben is, nyilván civilben is. Mi az az íz, ami Szegedről eszetekbe jut először? Szerintem a halászlé legalábbis nálam, mert pedig amikor idejöttem, nem kedveltem annyira a halat meg a halászlé, de ahogy leköltöztem, az volt körülbelül az első két hétben, hogy majdnem az összes halászcsárdát bejártam, és kipróbáltam, hogy hol van a legjobb. <laughs> Úgyhogy azóta nagyon megkedveltem, és szerintem minden hónapba fogyasztom. De merj, ez furcsa, mert én azt hallottam, hogy te horgászol, és nem szereted a halászlevet? Úgy horgászok, hogy a Ricsit nézem, ő horgászik, én meg néha kihúzok egy pontyot, és learatom a babért. Jó, értem, hogy ő horgászik, te fogod a halat. Igen, vagy közben eszek, iszok, pihenek, úgyhogy relaxálok nálam ilyen a horgászat. De már régen voltam vele, mert... Hát hosszú baba született, meg nála is két gyerek van, úgyhogy most kevesebbet járunk. Roli, te? hogy állsz az emlékekkel és Szegeddel? Hát én is azt mondom egyből, hogy a, a, halászlé, meg természetesen a pixalámi. Hát ezt, ezt azért nem lehet elengedni. Ez egy olyan kimaradhatatlan dolog szerintem az életünkből, hogyha Szegedre gondolunk, ami egy meghatározó dolog, mert, mert tényleg aki szegedé, vagy Szegeden lakik, és nem szereti, vagy, 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 nem foglalkozik ezzel a dologgal, az, az, az tényleg nem is idevaló. <laughs> és most már a gyerekek az egyik gyerekünk is kezd rá szokni, úgyhogy uh, otthon is, otthon is megy a, a, gyerekek körébe már az érdeklődés. Ez mennyire fontos a nyilván bármely csapat életében egy, egy névadó szponzor, az, hogy egy állandó stabilitás, van egy háttér, ez nyilván itt a városban adott. Mi a tapasztalatotok, hogy ez mit számít az ilyen apró dolgokban akár, hogy nem, nem kell olyan dolgokkal foglalkozni, amik elvonják a figyelmet a sportról? Sajnos én ebben rutinos vagyok, vagy úgy beszélhetek, mint egy rutinos. Én Dunajvárosból érkeztem ide, ahol hát elég komoly anyagi problémákkal küzdött a klub, és az is volt az oka annak, hogy mi fiatalként oda kerülhettünk a pályára. Az akkori vezetőnk szerint egy tállentséért játszottunk ott, és akkor ebből tudott építeni egy jó kis csapatot, egy fiatal csapatot. Nekünk egy nagyon jó dolog volt, hiszen egyáltalán nem érdekelt minket az, hogy mennyit kapunk, hanem az, hogy játszhattunk NB1-ben, és ezáltal szépen tudtunk is fejlődni, akár a felnőtt válogatottig is el tudtunk jutni már abban az időben is, és, és, erre kapta föl magát, vagy a fejét a szegedi vezetőség is, és onnan egy-két játékost ki is szedett közülünk, az egyik voltam én, és Ja, és visszatérve a, a kérdésre, mert elmentem egy picit. A de igen, a nosztalgia, hogy megérkeztünk Szegedre, én 2010-ben érkeztem, és, és, hát akkor is egy, egy, olyan, nem is generációváltás, de egy teljesen kicserélődés történt a csapaton belül, ugyanis itt is elfogyott a pénz abban az időben, és próbálták összeszedni azokat a fiatal tehetséges játékosokat, akiket, akikkel majd újra lehet építeni a csapatot, és ha jól emlékszem, akkor 2011-ben lépett be a PIK, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy olyan szinten stabil a a csapatnak a háttere, hogy, hogy ez, ez attól a pillanattól kezdve megszűnt mindenkinek létezni a fejében, hogy, hogy miből, meg hogyan él majd egyik hónapról a másikra, hiszen ott azért komoly, már nekünk is ilyen mínuszok voltak, ahonnan jöttünk, és és itt sem lett volna jó az, hogyha folytatódik, úgyhogy, úgyhogy ez itt egy nagyon-nagyon stabil és adott háttér. Hát most burkoltan le fogom a rolli de ugyanannyi idősek vagyunk, szóval nem sértem meg nagyon, de hogy Bence, nagyon fiatal vagy. Igen? Már nem érzed magad nagyon fiatalnak? Hát a testem nem. Legalábbis az elmúlt két hónapban nem azt érzem, hogy fiatal lenne a testem. Nagyjából olyan roli korabeli most a, a, testem, úgy érzem. Hát roli nem tudom, hogy ez bók a, a roli, fiatalnak érzi magát. Én hozzáteszem most ezt a sérülést leszámítva, én körülbelül tíz éve nem voltam sérült, tehát Lepogad. én ezt most lekopogom nem is szeretnék, de ez egy szerencsétlen, vagy nem is tudom, már hőst akartam játszani, de mindegy, ez már, ez már a múlté. Úgyhogy én, én egész jól tartom magam, de nem is azon a poszton játszok, amin a Bence, ahol másodpercről másodpercről rángatják a fülétől, a, tényleg a tokától a bokáig mindenét, úgyhogy őnek ez egy picit nehezebb dolga van. De, de el tudom képzelni azt, hogy úgy érzi magát, mintha tényleg ilyen 38 éves lenne. Hát Szerintem a 38 még mindig nagyon fiatal. De hogy azt arra akartam kitérni, hogy ugye amiről beszélt az előbb a Róli a generációváltás, csapatújraépítés, meg csapat felépítés. Nyilván mind a kettőtöknek több különböző szerepe van a, a, a csapat csapategységben, de közben pedig iszonyú nagy teher hárul mind a kettőtökre. És nyilván nem véletlenül akart Róli sem hőst játszani, de az érdekelne, hogy mentálisan... Milyen érzés ilyenkor azt érezni, hogy segítenél, de nem tudsz ott lenni a pályán? Hát az elmúlt időszak nekem az eléggé, hogy mondjam, szörnyű, hisz ugye egyrészt csapatkapitány is vagyok, és példát kéne mutatnom, és segítenem kéne a többieket, mint a pályán, meg a, mint a pályán kívül. De sajnos ez most nem működik, hisz egyrészt nem tudok edzeni a csapattal, másrészt nem tudok teljesíteni a, a mérkőzéseken, és ezáltal nehéz úgymond bárkit is az öltözőben számon kérni, vagy bárkinek is azt mondani, hogy gyerünk már csináljad, amikor te nem csinálod, te nem vagy a csapattal, te a konditerembe vagy, te különedzel, és picit olyan kívülállónak érzem most emiatt magam, de abból a szempontból meg jó, hogy most visszatudom magam építeni, és, és remélhetőleg, hogy két-három hét múlva már úgy tudok pályára lépni, hogy minden rendben van, és százalékosan. Tudok segíteni a, a csapatnak, meg a csapattársaimnak. Úgyhogy most ez az időszak egy kicsit nehezebb úgy mentálisan nekem, mert egyrészt nem tapasztaltam még ezt a, a karrierem során. Úgyhogy ezek most új dolgok, és remélem, hogy ebből csak erősebben fogok majd kijönni. Te ilyen kattogós típus vagy egyébként, hogy mondjuk nem feltétlenül mutatott kifelé, de belül azért árazadjad, hogy mikor lesz már vége, mit kéne, hogy kéne csinálni, vagy... Nagyon, nagyon kattogós, vagy nagyon nagyolós vagyok, de nem csak a, a kézirebb életben, hanem amúgy a, a privát életben is mindig pörög az agyam, mindig el az agyam, mit kéne, hogy kéne, mikor kéne, úgyhogy nagyon ilyen nagyolós típus vagyok, de azt gondolom, még mindig jobb ez a típus, mint akit beállítanak a sarokba, aztán azt mondják neki, hogy maradj ott, akkor ott maradsz. Úgyhogy ez a típus vagyok, aki szeret agyalni és gondolkozni. Róli, egyrészt tőled is azt kérdezem, hogy ez, ez milyen, amikor kiesel. Ugye neked, hál' Istennek kevés sérülésed volt, ahogy mondtad is, de hogy most nem a legjobb kor jön. Nyilván soha nem jön jól kor egy sérülés, de hogy most amúgy is nagyon felemás a, a, az őszi szezonotok. A bajnokok ligájában nem könnyű, hogy finoman fogalmazzunk. A bajnokság az szerencsére jobban megy, de tehát ez, ez nyilván eleve nem egy könnyű helyzet. Ebben lesérülni, ez még nyilván plusz, plusz teher. Igen, plusz teher, és, és csak a Benzéhez tudok csatlakozni, hogy én lennék a csapatnak, a, a hogy mondják ezt a cserek kapitánya. Igen, ami azt és mondtad, hogy, hogy nem nagyon komfortos neked szuper, ez a szerep. Nem, nem, annyira nem szeretem. Én pont azt akartam mondani, hogy biztos, hogy vannak olyan játékosok, akik még így is, hogy akár sérültek, vagy a pályán kívül vannak. Most egy Ibrahimovicsra gondolok, akit látok a pályán. Kívül, és, és olyan erőket meg olyan, nem is tudom, mit tesz hozzá a csapathoz a mérkőzések alatt, úgyhogy nincs a pályán, hanem civilben van és, és irányítja a srácokat. Biztos, hogy vannak ilyen típusú emberek is és játékosok, de én az a típusú vagyok, aki úgy szeretem, vagy úgy tudom a legjobban segíteni a csapatot, hogy nem, nem verbálisan, hanem a pályán nyújtott teljesítményemmel legalábbis én azt gondolom, hogy azt tud adni egy igazán nagy magabiztosságot, vagy egy támaszt hátul a csapatnak, hogyha nem torkom szakadtából üvöltök velük, vagy, vagy nekik megyek, hanem hogyha a lehető legjobb teljesítménye támogatom őket. Nyilván karakter és karakter között nagyon nagy különbség van, és mindig az edzők azokat a karaktereket keresik, akik nyilván 120%-on dolgoznak, és emellett még hozzáteszik azt a pluszt, amit egy csapatkapitánynak vagy egy csapatban lévő játékosnak hozzá kell, és ki kell hozni a többiekből az állatot, mondjuk így fogalmazzunk így. Nem biztos, hogy én ez a típus vagyok, de tudom, hogy a koromnál fogva, a tapasztalatomnál fogva, pedig kutya kötelességem ezt a szerepet is bevállalni, és felnőni ehhez a, ehhez a szinthez, vagy ehhez a szerepkörhöz. Ez is egy új feladat nekem, mert nem volt nem voltam még csapatkapitány, a válogatottban csapatkapitány vagyok, de már azért, mert, mert nálam ülevegebb lassan már nincsen a mezőnyben. <gül> <gül> de nem, nem. Mert ha már Ibrahimovicsot mondtad, ugye? Igen, hát igen, Rangidős. igen, igen. Ami nagyon jól esik hozzáteszem, és nagyon szuper érzés, hogy a, a fiatalokkal így, mint, mint csapatkapitányként nézrek rám, és együtt tudunk így dolgozni, de, de még mindig azt mondom, hogy nem ez a komfortzónám. Érdekes, mert azt mondani, ugye az az alapszabály a futballban is, hogy védj egy jó kapust, és egyébként tényleg úgy van a szurkoló szempontjából is, hogyha tudod, hogy jó kapusotok van, az már fél siker, ami nyilván meccsenként nem biztos, hogy pont így jön ki, de hogy alapvetően a kapust gondolja szinte mindenki a csapat biztos pontjának. Mi van akkor, hogyha a kapusnak nem megy, és, és, és rossz meccse van, akkor duplán érzi magán a felelősséget? Hogy mondjuk neked úgy emlékszem volt olyan döntő és amit úgy éreztél, hogy rajtad ment el. Igen, már így utólag ez butaságnak gondolom, hogy ez, ez, ezt én így gondoltam, hiszen ez egy csapat csapatjáték, és a csapat veszít, és a csapat tud győzni. De akkor abban az időszakban úgy éreztem, hogy az egész szezon alatt tényleg a csapat egyik motorja voltam, és a, a, rám mindig lehetett számítani, és pont azon a, azon a döntőn mondjuk nem úgy sikerült a teljesítmény, de hogyha végignézünk a csapaton, biztos, hogy vannak sokan olyanok, akiknek nem úgy sikerült, és lehet, hogy ők nem annyira lelkizősek, mint én, vagy nem annyira veszik ezt magukra, de én, én ezt, ezt így éreztem, de természetesen ez azóta már letisztázódott bennem, hogy ez nem így van, de, de engem mindig is ezek vittek előre, mindig azt mondtam, hogy hogy nem elég az, amit teljesítek, mindig többet szeretnék, mindig kérdezik, hogy egy jó, akár jó teljesítmény után is, hogy elégedett vagyok, nem vagyok elégedett, mert, 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 ezek visznek előre, hogy nem vagyok, nem dőlök hátra, és nem vagyok tényleg ilyen, nem is tudom, olyan típus, aki, aki megeléged ne azzal, ami van teljesítmény szempontjából. Úgyhogy volt ilyen, de, de azt azért ember akta magam, hogy ez azért ennek nem, 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 biztos, hogy ennek ez, ez volt a magyarázata inkább mondjuk, úgy, hogy biztos, hogy nem ez volt a magyarázata, de nyilván itt azért összeadódnak az egyéni teljesítmények. Bence, amikor te megjelentél a felnőtt kézilabdában, akkor nagyon gyakran lehetett rólad hallani, és ma is beszélgettem egy sportúságíró kollégával, és ugyanezt mondta, hogy benned volt, már a kezetek kezdetén is látszott, hogy benned van az, hogy a saját posztodon te mondjuk a világ top három játékosa között legyél, és most, hogy így visszagondolsz a karriered elejére, ez, ez megfogalmazódott nyíltan feléd is ez a akár elvárás, vagy igény, vagy lehetőség, és hogyha igen, akkor ez téged nyomasztott, te vagy inkább, inkább, ez egy ilyen jó kis lelkesítő dolog. Megmondom őszintén, hogy a karrierem elején úgy nem is gondoltam ilyenre, hogy, hogy én egyszer ö, odaérhetek ilyen magas szintre, mert ö, ugye Győrben csak hobbi szinten kézzel abdaztam, aztán ö, Balatonfüredre elkerültem, ott már azért egy év után kicsit valami kapizsgált nem amikor behívtak az ifi meg a junior válogatottba, és akkor 18 év. Na, akkor már hogy nem vagy olyan rossz. Nem, hát akkor úgy már átgondoltam, hogy lehet ebből még valami, mert én oda csak úgy mentem, hogy megcsinálom itt a szakközépiskolát, kézilabdázok, aztán majd valami lesz, aztán végül úgy kötöttem ki, hogy kaptam egy év után egy profi szerződést, és akkor Ugye ott tudtam a, a felnőtt csapatba játszani, és onnan keresett meg a Szeged, aztán akkor kerültem úgy még, még profibb közegbe, de ott már ugye ott voltam a válogatottban is, és amikor talán a Talán Dusebajev jött Magyarországra, akkor ő jelentette ki, hogy, hogy egy nagyon fontos lánceme vagyok a válogatottnak, és hogy úgy számít rám, hogy, hogy tényleg figyeljék oda, mert én az egyik húzó ember vagyok és úgy azért úgy ez így megfogott, meg ott jól is ment a játék, és onnantól kezdve így felfeleivelt az egész karrierem. De ezt így nem szeretek erről beszélni, meg úgy kijelenteni, hogy top 3, vagy top 5, vagy top 1, mert az a baj, hogy, hogy is ez nem baj, de ilyen szinten ezt szerintem nem lehet kijelenteni, mert vannak jobb meccsek, vannak rosszabb meccsek, valaki ebbe jobb, valaki abba jobb ezen a poszton, úgyhogy én ezt nem mondanám ki, hogy ki van a top 3-ban valaki játszik, valaki nem játszik. Igen, most az, el, most az elmúlt Ezt, időben ez fontos, nem játszok, igen. Ez egy elég Na most fontos annyira örülök, valag. hogy nem csak én kreténkedtem itt az Nem akartam az beleszólni, egy... mondom, nem akarok e, rossz indulatú lenni, de, de, tényleg így van. Tehát a, a teljesítmény nyilván attól függ, a Bence jó teljesítménye is attól függött, hogy ő gyakorlatilag 60-ból 62 percet a pályán töltött, megkapta a lehetőséget, élt vele, hozzáteszem, tehát azért az is fontos, hogy élni kell a lehetőséggel, sokaknak ad, megadatik a lehetőséget, de nem tudnak vele élni, ő az, aki, aki megragadta a lehetőséget és élt is vele, és hát bízunk benne, hogy minél hamarabb újra pályán látjuk, mert nagyon fontos tényleg az, hogy, 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 ott legyen a csapattal. Hát a te fontosságod, mondjuk ha a válogatottat nézzük, akkor az egy régóta levegőben lógó kérdés, hogy meddig. Ugye, tudjuk, hogy azt mondtad, hogy a következő olimpiát azt, azt még szeretnéd. Mi is nagyon szeretnénk, de hogy az is egy nyílt titok, hogy nem feltétlenül látjuk azt, hogy ki lesz még az utódod a válogatottnál, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez nyilván gondolkodsz ezen, neked is van egy civil életed, gyerekeid vannak, családod van, de hogy mikor jön el szerinted az a pont, amikor, amikor már nem a sportágad lesz az első? Ez egy nagyon jó kérdés. Egyelőre. Azért nem tudok erről beszélni, mert teljesen nyitott a lehetőségünk arra, hogy odaérjünk az olimpiára 24-ben. És, és, addig, addig meg nem tudok ebben érdem, vagy erre érdemben válaszolni. Január nagyon-nagyon fontos állomás lesz nekünk, egy olyan világverseny, ahol kvalifikációs helyezést tudunk elérni ezért is szeretném, hogyha ez a tércsérülésem minél hamarabb a múlt lenne, újra csapat rendelkezésére tudnék állni, újra mérkőzéseket játszok és formába szeretnék kerülni. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha januárban tényleg a csapat egy olyan eredményt el tudna érni, hogy nyitott maradjon az olimpia is elejtező, és, és valahogy, valahogy jussunk el az olimpiáig. Nagyon fontos lenne, természetesen nekem is személy szerint, egész Magyarországnak, ennek a csapatnak, szerintem ebben a csapatban több van, annak ellenére, hogy most januárban volt egy egy olyan világversenyünk, ami ráadásul hazai rendezésű volt, ami nem úgy sikerült, de én azt gondolom, hogy ebben a csapatban tényleg több van, és ezt meg is mutattuk, és meg is fogjuk mutatni a jövőben is, és, és ennek szeretnék lenni én is egyik, egyik alappillére. Mi segít az olyan helyzetekben, amikor érzitek, hogy több van bennetek, de valamiért nem jön ki a lépés, legyen szó klubcsapatról, válogatottról, tehát hogy lehet biztos pontot, valami kapaszkodót találni ilyenkor, akár magatokban, akár akár az edzőben, szövetségi kapitányban, bárkiben, hogy, lehet ebből kijönni? Szerintem első körben magunkba kell ezt keresni, hogy mitől lehetnek mélypontok, és mitől nem mehet a játék. Én szerintem a tavalyi világverseny az egy kicsit így összenyomott minket, de hogy sokkal, de ebből tanultunk, ugye, és most én szerintem erre a világversenyre úgy kell készülnünk, hogy, hogy tudjuk, hogy mi a célunk, de a legnagyobb lazasággal kell odamenni menni, és magabiztosságot kell mutatnunk mert szerintem ez a fiatal csapat, ez, ez, csak így tud sikeres lenni, és előtte is így is voltunk sikeresek, hogy lazán játszunk, de mégis magabiztosan, és van egy, van egy távoli célunk, amit el szeretnénk érni, de nem azzal foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy mindig a következő meccset megnyerjük. Én mindig, amikor mondjuk mélyebb ponton voltam, és nem úgy ment a játék, én én alapból is ilyen vagyok, hogy én a munkában hiszek, és akkor mindig visszanyúltam a, a, munkához, a kapusedzésekhez, a, 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 külön munkához, a plusz munkához csinálni, csinálni. Tényleg ilyen, nem is tudom, hogy mondják, csak ezt a, ezt a, fókuszomat maximálisan a munkára összpontosítani, és szépen lassan lépésről lépésre ki tudtam jönni a gödörből. De amikor az volt, hogy, hogy úristen, most nagyon kell, jól kell teljesíteni és kell, és ez a, ez a kell, hogy, hogy már pedig kell, így, így nem lehet teljesíteni. Ez, ezt annyiszor megtanultam, hogy akkor a, a, tényleg, ami kétszer előttem lepattal labda, az is be fog menni, tehát ez, ez a görcsösség, ez biztos, hogy nem nem vezet jó útra, és ennek a, a csapatnak amúgy pont ez volt az erénye az elmúlt világversenyeken, hogy nem volt bennük ez a görcsösség, hiszen nem volt a csapaton olyan fajta nyomás, és tét, és ezért ki is jött a jó teljesítmény, a felszabadult jó játék. Na most megjött ez a hazai rendezés. Európa-bajnokság, mindenki és minden, hogy mondják na mindegy. Szóval a, a, a fény, vagy ezt hogy, hogy szokták mondani? A, reflektorfény. a reflektorfény, reflektorfény. Bocsánat, igen. Nem jött, nem jött ki a szó. A reflektorfény ránk irányult, és ez valahogy összenyomta a csapatot. De ez már a múlt, és tudom sokat szoktunk erről beszélni, de ez annyira aktuális volt, és akkor a nyomot hagyott szerintem mindenkibe, ami, amit jó lesz most már magunk mögött hagyni, és ezen a, ezen a világbajnokságon azt az arcát mutatni a csapatnak, amit igazán tud. Szerintem már az is egy nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán beszéltek erről, meg kibeszélitek, mert nagyon sokszor találkozom az, hogy mm, túl kell lépni, és már nem beszélünk róla a jövő héten, miközben nyilván a problémák gyökerét meg akkor tudjuk megtalálni, hogyha beszélünk róla. Igen, ez a legegyszerűbb azt mondani, hogy jó, hát elrontottuk, majd tanulunk belőle, meg blablabla bla, 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 bla. De hát azért ez ennél sokkal, de sokkal többet jelentett szerintem mindenkinek. Legfőképpen negatív értelemben, de még akár pozitívban is lehet keresni belőle a jó dolgokat, hogy mik azok, amiket amiket még egyszer nem lehet, nem szabad elkövetni, és akkor azokat a dolgokat meg kell jegyezni és tényleg be kell építeni az embernek a karrierjébe. Neked, amikor konkrét meccs helyzetben vagy, és érzed, hogy nem, nek tehát neked most nem jó? Nem megy, nem megy valami, nem áll össze. Akkor mi segít, az, hogyha látod a többieket, nem tudom, látod a falat, akkor mi az, ami, ami téged triggerelni tud jó értelemben, mi az, ami átlendít egy mély ponton? Én nagyon jó kapcsolatot ápolok a kapustársammal, a kapus edzőmmel. Én nagyon szerencsés vagyok, hiszen eddig az összes társammal, mondjuk a Mirko Alilovicsa, most már azért nem is tudom, hogy hány éve, szerintem 8-9 éve együtt vagyunk, már talán utális, is, de bocsánat, és, a kapus edzővel is nagyon jó kapcsolatot ápolok, és nekem egy-egy nekem ilyen összenézés, hogy kimegyek, hogy megpaskolja a fejemet, hogy figyelj, a következő megvan, és, és ezek olyan, olyan, jó dolgok, vagy, vagy egy olyan meglátás az ő részéről, hogy figyelj, szerintem az most jobban lövi ezt az oldalt, hiszen azért nekünk ez egy nagyon fontos dolog a videóelemzések, azok, abból megvannak azok, azok a sémák, amiket szeretnek lőni a játékosok, és ez nekünk nagyon sokat segít. És lehet, hogy ő azon a napon jobban látja ezt kívülről, már a mozdulatból, te belülről esetleg nem vagy komfortos helyzetben. Ő jobban látja, tud segíteni, és hogyha ezt te befogadod, és. és el tud tenni a pályára, nagyon sokat tud segíteni. Meg vannak azok a napok, amikor, amikor csajos az a gyix, és akkor, és akkor mutatja, mutatja Most az edző a cserét. cserét. Igen. Igen, és akkor azzal teszel a legjobbat, hogyha leballagsz. Bence, neked mi segít, vagy nektek mi segít a, a mezőnyertékosok közül, mondjuk mit tud a roli tenni mögöttetek, vagy mondani, vagy übölteni, vagy bármit csinálni, amivel titeket tud egy kicsit toppingolni? Hát ugye a mi kapcsolatunk az olyan, hogy a Rolit tudja segíteni a védekezés, nekünk meg egy támaszt tud adni hátulról a védekezésünknek a, úgy Roli, úgyhogy, úgyhogy, ennek a kettőnek működnie kell, hogyha meccset szeretnék nyerni, mert olyan nincs, hogy nincs védekezés, a Roli meg fog négyvel labdát, szóval hogy a, a, a kettőnek valahogy... Ritkábban, igen. igen. A, a kettőnek valahogy össze kell dolgoznia, úgyhogy... Ez egy fontos tényező, ami szerintem a mezőnyjátékosokat tudja segíteni, az a, az a másiknak a, az, hogyha oda megy, ha beszél, mi is az, hogy bízunk a, a társakba, vagy például megbeszéljük védekezésbe hogy támadásban, támadásban, támadásban mit csinálunk, egy páros kapcsolat, vagy éppen tudjuk azt, hogy az ellenfélnek az irányítója, hogy szeretél a keze felé cselezni, akkor tudjuk, hogy arra nem engedjük. Szóval, hogy annyi olyan kis apró dolog van, amik, amik fontosak a például nálunk is, mint támadásban, mint védekezésben, de ez is csak akkor tud működni, hogyha mindenkinek ott van a fókusz, és mindenki azt csinálja, amit, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt. Neked akkor a, ebben mekkora felelősséged van kapitányként? Hát a szituáció kérdése igazából szóval attól függ, hogy mi történik a pályán, ha valakinek van egy rossz lövése utána azért a másik oda megy hozzá, rácsap a hátára, hogy gyerünk, a következő bemegy, szóval, hogy ilyenekkel tud, tud, az ember segíteni a másiknak, de kifejezetten jel nincsen, hogy mit tudom én tapsolok kettőt, akkor mindenki vigyázba be áll a vélekezésbe. De ha, ha lenne, se árulná Igen, szóval, hogy ilyenek nincsen, hogy mindig az adott szituáció hozza ki az emberből azt, hogy éppen mire lehet szüksége a másiknak. És ez Benned van ösztönösen, tette ezt, éled ezt a, ezt a szerepkört? Hát újdonság, és nem mindig tudok úgymond mindenkire figyelni, mert az is hát magamra is kell figyelni, főleg most a kézilabda annyit gyorsult az elmúlt egy-két évben, hogy amikor van egy lövésem, lemaradok a földön, vissza védekezés van, kivédekezők, felsprinterek meg illövök, szóval hogy hogy sokszor 180-as púlzussal nem tudom azt figyelni, hogy éppen a, a másiknak elment a kedve, vagy lehajtotta a fejét, vagy nem megy neki, és akkor még éppen neki is mondom, közben nézek kifelé az edzőre, nézem a kispadot, szóval hogy nagyon nehéz mindent kontrollálni, plusz még magadon is segítsél, meg magadon is vegyed úgy a levegőt, hogy ne halljál meg az ötödik perc után, úgyhogy ez elég összetett és elég munkás ez a, ez a csapatkapitányi pozíció az, hogy a, ha nem megy valami, akkor a pályán még plusz tudja adni a másiknak is. Igen, pont ezért kérdeztem, mert hogy ez nézőként is a kézilabda az egyik, ha nem a leggyorsabb, szerintem már nagyjából a leggyorsabb labdajáték szinte, Igen. és, és néha az ilyen nüanszokat elkapja a kamera, meg, meg látunk belőle valamit, csak hogy nagyon sok szurkoló mondjuk tényleg csak tévében lát kézilabda meccset, és nehéz elképzelni, hogy amikor itt vagy tényleg az arénában, akkor az hogyan zajlik? Vagy van-e bármi, amit, amit utólag akár megbeszéltek? Tehát, hogy ö, szerintem ez egy picit mindig ilyen rejtélyes azoknak, akik nem feltétlenül vannak minden héten benne ebben, hogy, ö, hogy az ilyen apró tényleg nüanszok, ahogy mondtad, mennyit számíthatnak egy meccsen. Én szerintem ezek ezek ö... Adják meg a löketet a csapatnak, hogyha ezek a kis részletek működnek, mert egy alapkoncepciója minden csapatnak van, csak hogyha azokra a részletekre tud figyelni, és azokat meg tudja oldani az adott szituációban, akkor, akkor sokkal sikeresebb tud lenni egy csapat, és ha esetleg félidőben is vannak olyan dolgok, aki a, mondjuk az edző lát valamit kívülről, vagy a, a, csapattársam, aki éppen nem lépett pályára az de ő lát valamit, azokat be tudja hozni az öltözőbe, és át tudja adni a másiknak, hogy ugye ezek is viszik előre a, 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 csapatot. Úgyhogy nagyon sok olyan kis apróság van, amire figyelni kell, szóval nem csak az van, hogy felmegyünk a pályára, aztán védekezünk, meg támadunk, és gólt lövünk a Roli megvédjen, szóval ennél azért sokkal, de sokkal összetettebb. Hát ilyen, pedig milyen egyszerűnek Roli megvédjen. <laughs> <laughs> igen, igen, ez lenne a legjobb. Roli véd, és akkor... Akkor meg, meg úgy mindegy, hogy mit csinálnak a, a támadók. Egy kis aljas kutató végeztem. Felhívtam a Diaszt, aki kedves barátod, és kértem, hogy meséljen arról, hogy hogy ismerkedtetek meg. És hát mondta, hogy annak idején, amikor egy néhány évvel ezelőtt itt Szegeden a ifjúsági napokon lépett fel a velheló, well akkor ő beállt a, a pixegedhez egy edzésre, és hát ö, idézem majdnem szó szerint, tehát, hogy azt hittem, hogy könnyű lesz, de a végére majdnem megpusztultam. Ezt mondta az edzésről, és kézzétek el, ezt nem, mert te Bence valószínűleg tudod, mert neked elmesélte utólag, hogy annyira, annyira kemény volt az edzésetek, hogy utána ő többször rosszul lett este a fellépés alatt a színpadon, ki kellett mennie többször a, a mentősökhöz. A és az rossz, <laughs> Igen, én ezt tudtam meg. Mondta, én ezt nem is tudtam. Azt de. mondta, de. a diasz, hogy -e, Igen. Meg lett hajtva? Tudod Igen. mennyire. De gondolom sem ennyire. Semmi, egy bemelegítés <laughs> volt. Két, két labdás foci, meg posztlövés. Nem szóval. Csin, de. Na, szóval azt mondta, hogy vállalja, hogy te majd most Azért kezdett el egyszerűen, nem hallod, most szétgyúrta magát. So. Jó, de azért a Diazról tudni ki, hogy eleve nem volt soha rossz kondiment tehát ő mindig nagyon odafigyelt, de mondta, hogy ez nagyon durva volt. Hát és Ez, ez olyan, mintha én most elmennék úszni, és akkor úszok le, tudom én 500 métert, hát belefulladnék a 70 méter után a vízbe. Szóval hogy? Fú, nekünk volt egy, ha gyorsan elmondhatom, el. az Olimpiára készültünk, és Budapesten volt edzőtáborunk, és volt egy ilyen közös hát ilyen buli meccs a, a már visszavonult vízilabdásokkal, és akkor Kemény Dénes, már akkor ugye nem ő volt a szövetségkapitány, és mondta nekünk, hogy akkor tart nekünk egy bemelegítést, és akkor a a medencét, ugye hát nem is hosszában, nem keresztben mondta, hogy akkor úszunk már 8 hoz bemelegítésnek is, hogy kinéztünk rá így a medencébe, mit csinál, milyen 8 hoz úszunk medencébe, vagy, vagy keresztben, hogy bemelegítésnek, hát életem, nem úsztam még nyolchoz, összesen, és akkor egy oda, egy vissza, és mondtuk neki, hogy jó, akkor szerintünk kezdhetjük, kezdhetjük. A bemelegítés, bemelegítésnek már régen, ez, ez már régen sok is. Mennyi lett az eredmény? Ja, hát nem tudjuk, hát biztos nem, nem mi nyertünk. Hát nem, nem számoltam 22-0. Nem, hát szerintem aki jobbkezes volt, bal kézzel dobált, nem, hát esélytelenek volt. Hát A víz fölött alig tudtunk fölmaradni. Azért ez jól mutatja azt, hogy az egyszerű fotászurkoló, mit gondol, hogy mennyire egyszerű ez, és hogy mennyire nem egyszerű, meg mennyire, mennyire specifikus minden, amit csináltok. Hát most nyilván én nem fogok beállni hol, holnap hozzátok edzeni, de az mennyire könnyű kezelni sportolóként, amikor jönnek a kommentek, jönnek a akár, nem tudom, szoktak-e személyesen oda menni hozzá, gondolom mindenhol felismernek benneteket Szegeden, meg akár máshol is az országban. Mennyire könnyű kezelni, amikor jön oda a szurkoló, és akár jó indulattal is, de mondja nem feltétlenül okos dolgokat. Én szerintem meg kell hallgatni a kritikát, és le kell vonni a tanulságot belőle. Most a, az volt mindegy, hogy egy szurkoló mondja, vagy éppen a, a vezető edzőnk mondja. Most már vagyunk annyira profik, és ö, olyan szinten játszunk, hogy, hogy ezeket tudni kell kezelni, és ö, tudni kell rá válaszolni, még akkor is, ha nem esik jól, hisz az embernek mindig lesznek ö, rossz meccsei, az embernek mindig lesznek jó meccsei. Természetesen, amikor rossz meccse, azon utána mindig megkapod a kritikát. Az sem baj, hogyha van sa egy saját önkritikád, mert attól leszel jobb játékos. Úgyhogy én szerintem ez a sporttal és a profi sporttal ez együtt jár, és ez hozzátartozik. És a rossz indulat, tehát amikor nem, nem csak feltétlenül a segítő szendék, vagy az a vágy, hogy megvitassák veletek, hogy most mi van az imádott csapatukkal, hanem a kifejezett rossz indulat jön, azt hogy lehet kezelni? Azt már nehezebb legalábbis nekem, de vannak olyanok, akikről ez lepereg, és most már hozzáteszem, hogy most már én is ezek közé tartozom, de én azért régebben sokkal jobban magamra vettem meg, hát akkor még a social media, akkor jött be, és akkor hú, ott, ott, ott posztolgattunk, hát akkor még fiatalabbak voltunk, és akkor hú, de éltük ezt, hogy jönnek majd a lájkok, meg a, meg a, jó hozzászólások, aztán akkor jöttek a meglepetésből a rosszak is, meg a rossz meccs után nyilván a legtöbb rossz, és akkor ez, ez úgy meg tudott viselni, most már csak ilyen ránézek, törlöm, tiltom, és akkor nem foglalkozok vele, mert, mert igazából nem, tehát nem mérvadó az, hogy számomra legalábbis nem mérvadó az, hogy mit mond egy olyan, aki, ugye mondott is, hogy milyen egyszerűnek tűnik az, amit mi csinálunk. Hát az azért, azért tűnik egyszerűnek, mert olyan szinten csináljuk, hogy az egyszerűnek tűnik, de ez nyilván nem egyszerű, és, és tehát nem gondolnám azt, hogy nekem attól jobb vagy rosszabb lesz az életem, hogyha valaki rossz indulatból kommentel, én, én, inkább azoknak a szavára adok, akik, akik szakmailag mondjuk valamit már letettek az asztalra, és ők azt mondják nekem, hogy figyelj, lehet, hogy ezt így kéne csinálni, mert ő pontosan tudja azt, hogy én mit élek meg a pályán, és nem csak azt látja, hogy hú, a, a, Roland már most szar volt, és akkor hú, ez egy, ez egy, ez egy, izé, menjen a izénbe, most nem akarok itt már csúnyákat beszélni, Nyugodtán de, az a rossz meg. indulat már, már ilyen szintekre tud eljutni. Megadjátok vissza a kocsit, meg minek nektek ennyi pénz, meg, meg, meg ez a na mindegy. Szóval ezek, ezek, ezek amikkel nehéz mit kezdeni, mert, mert nem is tényleg, tényleg ez, a, ez, a, törlés. Meg, mert szemtől szemben nem jön oda, mert oda jön, és akkor ha, ha, egy képet hadd csináljunk már, meg egy, nem megy, más tudsz adni esetleg, és akkor ő az, aki a következő héten meg. következő héten pedig ő az, aki, aki, azt mondja, hogy te egy senki házi vagy, és, és nem, nem, tényleg nem, 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 nem oda való vagy. Hát ez ilyen. A B közép az ö, nyilván elengedhetetlen ahhoz, hogy meg legyen a hangulat, de nem véletlenül mondják azt ugye a fociban is, hogy a 12. játékos a szurkoló, vagy a szurkolók. Mennyire speciális a, a kézilabdában a szurkolók és csapat kapcsolata? Tehát itt jóval kisebb arénákról beszélünk, nagyon-nagyon népszerű a sportág Magyarországon, szerencsére nagyon sikeres is. Menny mennyire különleges a viszonyotok a szurkolóitokkal? Én szerintem az egyik, egyik legfontosabb lánceme a, a sportágnak a a szurkolók, hisz, uh, hisz ha van egy teltházas meccs, uh, akkor az annyi plusz tud adni egy, egy játékosnak, hogyha teltház előtt játszik, és hogyha buzdítanak téged, meg hogyha éppen az ellenfél támad, akkor uh, fütyül 6-7-8 ezer ember. Úgyhogy uh, az azért összetudja nyomni az ellenfelet is, hogyha, hogyha olyan, közegbe játszik, mint például nekünk is sokkal nehezebb eszpénben játszani, amikor 5-6 ezer ember előtt játszunk, úgyhogy ezt az a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy az egyik legfontosabbak a, szurkolók számunkra, meg a kézebb, a sportban is, hisz, hisz tényleg nagyon-nagyon sokat tesznek hozzá nekünk is, hogyha van egy olyan fontos meccs, mint például a tavaly nyitó meccsen is szerintem, azt a meccset, ha három napig játszunk, akkor se tudtuk volna elveszíteni a kill ellen. 8000 ember előtt, ugye az volt az első meccs az arénába, ez egy olyan brutális hangulat volt, és szerintem ezek, ezek nagyon sokat tudnak segíteni a játékosoknak. És én úgy gondolom, hogy itt Magyarországon el is vagyunk kényeztetve, mert azért a magyar szurkolók azok méltán híresek világszerte, vagy hát legalábbis európai szinten biztosan, akár ha csak a focit is nézzük, de a kézlabdában meg aztán végképp, hogy akár női Final four akár férfi -fér Final four simán meg lehetne tölteni magyar szurkolókkal. 20 ezer ember simán menne, mert annyira szeretik a kézlabdát, annyira fanatikusan imádják a csapatokat. Nyilván a, jó teljesítményt elvárják ezáltal, és, és maga, nagyon magas az igény szint, hiszen vannak azért olyan csapatok Magyarországon, akár női és férfi szinten is, akik igenis odaérhetnek a, a, a topra, és oda is értek már. Úgyhogy Úgyhogy ebből a szempontból el vagyunk kényeztetve, és ez, ez egy nagyon jó eső dolog. Mert most csak így eszembe jutott, hogy például ott van a Barcelona, aki most kétszer egymás után megnyerte a Bajnokok Ligáját, és elmennek velük családtagok, meg, meg mit tudom én, néhány olyan szurkol, aki, aki egyáltalán tudja azt, hogy mi a kézlabda Spanyolországban. Most ez kicsit túloztam, de, de körülbelül igen, főleg Barcelonában, ahol, ahol minden a foci körül forog, meg a kosárlabda körül. És talán negyedik sport, vagy nem is tudom, sport a kézlabda és mégis, mégis megnyerték a bajnokok ligáját, de, de más érzés az, amikor ott van mögötted, akár egy ilyen kölni Final Four-on 4 ezer ember, vagy, vagy itt, itt tényleg 8-10 ezer ember szurkol neked, ez egy, ez egy fantasztikus dolog. Az, hogy egy, egy mélypontnak mi az oka, mi abból a kiút, és mit kell tennetek, ezt nyilván keresitek ti is, meg beszéltek erről, dolgoztok ezen szakmailag tegyétek a szívetekre a kezeteket. Mi az, amiben a szurkolók tudnak segíteni? Tehát mi, mi segíthet egy mélypontból való kimászáshoz? vagy van a szurkolók részéről. Ébresztő, ébresztő. Ez segít? De nem, hát amúgy nem. Vagy nem, nem is tudom. Lehet, amúgy lehet, hogy tudatalat alatt segít valamilyen szinten, hogy úgy bár mi értjük, Tehát az a baj, hogy annyira kevés magyar van már, akár a Veszprémet nézzük, a, a Győrt is és a, és a, Szegedet is, hogy annyira kevés magyar van, hogy már lassan nem érti senki, amit kiabálnak néha, de... De azért elmondjátok is, nem... a csapattársaknak, hogy mondjuk melyik hát, na, rigmus mit jelent, na, nem? Nem, nem. Akkor le, figyelj, most megtaláltam. megtaláltam a problémát. a problémát. Hát igen, igen, lehet, hogy lehet nem a kell angolul, angolul megtanulni. Igen. Hát igen. vagy ültessétek le gyorsan De tényleg, most már, most már tényleg ott vagyunk, hogy, hogy hát vagy, vagy nem tudom, de ez lehet, hogy tényleg nagyon nagy hülyeséget mondok, hogy a játékosoknak meg kéne tanulni magyarul, nem? De ez, ez, ez szerintem ez teljesen irreális, nem? nem? Hát nem tudom, azt mondják, hogy nem. nagyon nehéz nyelv a magyar. De ezt, ezt lehet a gyors tartalóban, ha lehetne mondani nekik, hogy olyan, az ébresztő mit jelent. Vannak olyan csapattársaim, akik, akik igenis meg akartak tanulni, és megtanultak magyarul. Úgyhogy ez szerintem csak akaratkérdése, mert senki nem azt mondta, hogy üljön le és adjon egy 45 perces interjút, hanem legalább ilyen, mit tudom amikor konyha nyelven beszélnek. Na jó, tehát hogy akkor mi segít egy ilyen helyzetben, mondjuk lélektanilag a szurkolók részéről? én azt gondolom, hogy a szurkolók részéről minden segít. Tehát még a leszúrás. Még a, szúrás, a is? Szerintem igen. Igen. A fütyülés is tud segíteni, mert, mert valahogy tényleg azt érzed, hogy ez, ez, ez nagyon ciki, és volt olyan helyzet, vérciki. Csak amikor szoktam azt mondani, hogy amikor megindul a, az a bizonyos dolog a lejtőn, akkor az nagyon-nagyon nehéz megfogni. Tehát ahhoz, ahhoz tényleg nem is tudom, minek kell történet, és akkor még a síp vagy a fütyülés sem segít. De de vannak olyan szituációk, ilyen pici megingások, amikor, amikor, amikor tudnak benne segíteni, akár fütyüléssel, de de akár folyamatos, nagyon hangos nyomással is, és szurkolással főleg. Bence, neked van kedvenced, amit, amit ö, szokott skandálni a közönség, vagy amit csinál, vagy bármi, ami történik a lelátón, és az rád különösen jó hatással van? Az a baj, hogy én a meccshevében olyan szinten nem tudok figyelni másra, hogy ö, ezeket nem hallom meg. Úgyhogy egyrészt én az egész meccsen, hogyha pályán vagyok, magas, szinte, magas púrtus szinten játszok, ugye a, a posztomból ítélve, és valahogy nem tudok ezekre a, a, a nótájukra, vagy éppen amit kiabálnak arra figyelni. Természetesen, ha a kispadra ülök, akkor hallok mindent, meg akkor körbe tudok nézni, vagy éppen ott tudok figyelni, de valahogy akkor is a, a, a meccsben vagyok benne fejben, és... Egy kapus az sokkal jobban hallja, mert amikor mi támadunk, ő, úgy mond, akkor pihen, meg nézi a támadásunkat. Igen. Én akkor éneklek velük. Igen. Kinteget pihen. a családjának, puszkat küldél. Persze, megülődj a semmiszt. Meg Pacsizgatok, persze, aláírásokat osztogatok, aztán visszaszaladok a kapuba. Persze. Úgyhogy persze ez. jó érzés hallani, amikor buzdítanak minket, meg az ember azért meghallja, hogyha fütyülnek, de akkor már általában nagy a baj. Nagy a baj igen. Igen, úgyhogy én valahogy ezeket, ezeket, ki tudom zárni, és csak a meccsre, meg a játékra koncentrálok. Most van egy másik kérdésem hozzád. Mindig azt szokták mondani, hogy a, az együttesekben mindig a dobos az, aki őrült. A kapusokról ugyanezt mondják. Most légy szíves, mondd el nekem, Benc, hogy tényleg őrültek a kapusok? Az azért túlzás, hogy őrültek, csak egy más világhoz tartoznak. Inkább így fejezném ki. De ezt ők is tudják magukról, szóval ebben most nincsen semmi cikélet, ki az a hülye állat, aki beáll egy 120-130 km h labda elé. De ezt ők tudják munkról, hogy ez milyen jó érzés, amikor eltalálja őket a labda mellett, akkor plusz egy a statisztikába. Na jó, persze, igen, én is azt mondom, hogy mi máshogy vagyunk bekötve, mi, mi, mi annak örülünk, ha nincs gól. neki más annak körül, hogyha gól születik, meg annak, hogyha nem születik gól. De azért én azt se csinálnám, amit a Bence csinál. Tehát, hogy elő szétvágják, ütik, vágják, és lőjön mellette 5-6-8 gólt, nem tudom mennyit, fusson még fölfelé, meg visszafelé is hármas pozícióba védekezik, tehát a lehető legfontosabb ember nekem számomra adjon jó adj blokkot, falt olyan, ne engedje, hogy, hogy középen betörjenek, tehát persze mindennek megvan a szép, meg a zárny oldala is. Van, aki nem állna be a kapuba, én viszont azt nem csinálnám, amit ő csinál. Ezekkel a kezdetektől így az volt a fejedben, hogy te fixen kapus leszel? Igen, igen. Van egy ilyen becsípődésem apukám részéről, hogy foci kapus volt, és akkor onnan jött egy ilyen tényleg mégis azt, még egyszer csak azt mondom, hogy egy ilyen becsípődés. A, a fociba ott nem állhattam be kapuba, próbálkoztam azzal is, kint ott nagyon ügyes voltam, nem annyira. És akkor... <laughs> válva, válva, válva. nem állhattál be? Miért nem állhattál be a kapuba? Mert ott meg voltak a kapusok, és ott csak a mezőnybe lehetett játszani. Mértek. És akkor ott, ott nem voltam ügyes. Elmentem egy kézabdezés, és ott azonnal beálltam a kapuba, ott is maradtam. Amúgy tudod, hogy az ügyetleneket állítják be a kapukba, Köszönöm, mm, Meg a dagadtakat, nem, nem dagadtak, tudom Igen. meg a dagadtakat, de nem, se nem voltam dagadt. És nem egyszerűen nem, nem egyáltalán nem vonzott. Most pont itt a, ebben a szezonban, meg tavalyi szezonban is lőttem pár gólt, ugye én, én egész pályás gólt nem volt benne a kapus, és akkor eldobtam, tök mindegy ilyen vezettünk már sokkal, de nem, nem szoktam így eldobálni a labdát. És akkor, hát most az, ugye azon kezdtünk el gondolkodni, hogy most szépen le kell ülnöm a vezetőséggel, átbeszélni a szerződésemet, mert arról nem volt szó, hogy nekem is kell gólokat lőnöm, mert ugye az az akkor az, 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 az többe kerül, persze. <s, hállíthat> Ez így lehet, hogy nagyon naív kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy mit szeretsz a legjobban? Tehát mi, mi, mikor vagy a legboldogabb a pályán? Amikor, mi a, tehát milyen mozzanat után vagy a legelégedettebb, legboldogabb? Jó kérdés. Akkor vagyok a legboldogabb, amikor amikor mondjuk, hogy hát ugye most ezzel csak saját magamat, vagy magamnak mondok ellent, hogy amikor elégedett vagyok a teljesítményemmel, akkor, akkor boldog vagyok. Most nem, ezt nem azt mondom, hogy akkor hozzám se lehet szólni, mert magammal nem állok szóba, hanem az, az, már, az már egy ilyen az megnyugtat, mert akkor azt tudom, hogy rendesen felkészültem, azt a pályára is tudtam tenni, és akkor a, a, az én oldalamat azt megcsináltam, amit én tudtam és megtehettem, azt, azt hozzátettem a csapathoz, és akkor már én boldog vagyok. Az, amit mondtál még az elején, hogy, hogy volt, hogy úgy érezted, hogy, hogy rajtad ment el meccs, érezted ennek az ellentétét is, hogy most ezt te hoztad vissza? Tehát van olyan, amikor azt érzed, hogy ha most te nem vagy, akkor ez a meccs nincs meg? Hát most ez lehet, hogy szerintelennek fog tűnni, de ezt sokkal többször éreztem. Igen. Hogy, 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 azzal, hogy én mondjuk jó teljesítményt, vagy extra teljesítményt nyújtottam, azzal a csapatot olyan szinten segítettem, hogy, hogy, ezzel, ezzel sok, tehát hogy, hogy, olyan úgy támasztottam meg hátul a csapatot, hogy ez, ez, ez nem, nem, most tudom most, hogy hogy fogalmazzam, de, de nagyon sokat segített a csapatnak. Bence, te az előbb meséltél arról, hogy jó, ha van az embernek egy egészséges önkritikája, meg nyilván keresi először magában a, a hibát, meg a megoldást. Mennyire szokott a, a profi sportoló saját önkritikája, meg értékítélete köszönő viszonyban lenni a valósággal? Tehát előfordul-e az, hogy te úgy érzed, hogy nagyon rossz voltál, és a többiek azt mondják, hogy egyáltalán nem? Volt ennyire tragikus, vagy fordítva, te tök meg, hát, vagy viszonylag elégedetten jössz le a pályáról, és aztán utána videóelemzésen meg szétszednek, hogy mennyi mindent hibáztál. Hát azért egymást nem szedjük szét, mert az szép lenne, hogyha mindenki a másikra mutogatna, akkor az már elég csúnyán mutatna az öltöző. Én azt gondolom, hogy ilyen szinten azért tudnod kell, hogy te mikor játszottál jól, és mikor játszottál rosszul, amikor van egy videóelemzés mondjuk egy rossz meccs után, akkor persze az edzőtől megkapod, hogy te mondjuk ennyit hibáztál, meg annyit hibáztál, vagy ennyi jót csináltál. Úgyhogy az én oldalam az olyan, hogy egy meccs után azért néha-néha vissza szoktam nézni, amikor van egy rosszabb meccsem, hogy, hogy mit hibáztam, vagy hogy hogyan kellett volna. De általában én ezt utána is meghallgatom a vezető mert, mert ő emlékszik mindenre. Ha meg nem emlékszik, nem emlékszik akkor meg emlékeztet azzal, hogy elküldi a, a hibákat. <laughs> és kapsz egy miért, hogy e az a tárgyező, hogy hibáid, vagy ez. Hogy, de igen, tényleg nem, hogy ez, igen. ki? Hát most is egy olyan videó lesz a Tatabányát, a tatabányát fogjuk nézni. Ez a korrekciós videó, hogy uh -huh. hogy igazából a, a hibákat nézzük meg, és azokat elemezzük ki. Na most ezt de ezt úgy küldi, hogy ebből te tanuljál, és lépjél előre, és hogy legyél jobb, ne, az, ne, az, ne úgy nézed, hogy megint ennyit hibáztál, úristen. Szóval, hogy... Bocsánat, én szerintem ezek a hibák, ezek a tök beállítottság kérdései. Például van egy csapattársunk, a portugál srác, a Miguel. Ő, ő én szerintem ő nem úgy veszi a hibákat, mint mi, vagy én nem tudom, hogy teljesen habitustól függ, meg, meg uh -huh. vérmérséklettől, hogy a hibát, mit vesző hibának, vagy mit vesző rossz teljesítménynek. Volt olyan, hogy tényleg ilyen eladogatta labdát, és mit tudom, én, most mondok valamit, volt öt hibája, de előtt mellette két gólt, és akkor ő nem érezte azt, hogy ő rosszul játszott. Volt is ebből ilyen konfliktus Van a ilyen vele, hogy, igen. hogy, hogy így, így a másik irányító például számon kérte, hogy figyelj már, hogy ezt miért csinál, Hát ezt nem, nem ezt beszéltük meg, meg ezt kéne csinálni. Be. Nem él, Hát ő szerinte ő jó játszott, hát ő lőtt két gólt, persze volt a hibák. Tehát, hogy tök ilyen habitus kérdés az, hogy ki hogy veszi azt, hogy jó játszik, vagy rosszul játszik. Szerintem nem mindig értékeljük mi azt helyén, vagy nem kezeljük helyén, hogy, hogy éppen az adott napon hogy játszottunk. Szerintem mindenkiben másképp él, tehát lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy jó játszottunk, és közben nem annyira, megfordítva is, hogy mondjuk úgy visszatérve erre, hogy annyira rossz volt, és akkor közben meg nem is volt annyira rossz amikor készültem a mai beszélgetésre, nagyon sok interjút meghallgattam, elolvastam veletek, és arra jöttem rá, hogy ebben az országban nem találtam egyetlen egy embert sem, aki Báhidi bármi, bármi olyat tud mondani, ami, ami, nem szakmai. Tehát annyira őrzöd a magánéleted, Annyira, annyira nehéz rólad bármi infot a civil életből megszerezni, hogy én ilyennel még szerintem nem is találkoztam a, pályafutásom során. Még fiatal. Tehát pont a fiatal, tehát a fiatal sportolókról sok mindent lehet igen, tudni. igen neki nincs arra ideje, hogy nagyon, nagyon ráérjen itt. Lehet válaszolni, hogy bocsánat. De tényleg, mondj valamit, Bence, ami, amit nem mondtál még el interjúban, de, de fontos tulajdonságod, vagy hobbid, vagy érdekesség rólad. Valamit adja az embereknek magadból a kézilabdán túl. Nincsen. Köszönjük szépen. Nincs igazából hobbim, keresem én is, mert jó lenne egy kicsit úgy néha kiengedni, vagy valami mással foglalkozni. De egyelőre most annyi a feladatom, mint a pályán, meg a pályán kívül is, ugye hogy gyerekem született, hogy egyszerűen nem is lenne időm a hobbimra, és tényleg nem is gondolkozok azon, hogy jaj, most éppen sakkoznom kéne, vagy éppen most kéne mennem horgászni, vagy nem tudom mit csinálni, mert egyszerűen nincs is szabad napom, úgyhogy marad a kézilabda, és marad a család. Nagyjából ennyi, és amikor van egy nyár, ahol van négy-öt hét szabadságunk, abból az utolsó két hétben már edzel, és készíted magad az alapozásra. Előtte meg elmész külföldre, nyaralsz, és ott is a családdal vagy. Szóval, hogy nagyon nincsen nekem az életemben az, hogy most éppen jusson idő a, a hobbira, ha lenne hobbim. Jó, és van-e valami olyan képességed, Tehát valami, amiben nagyon jó vagy, de nem, nem tudják ezt rólad az emberek? Bármi baromság is lehet. Keresem ezt is. <laughs> Te tudsz valamit róla, Róli? bármit Megfigyeltetek már róla a kézilabdán kívül? Most elgondolkoztam, de most így nem. hirtelen nem tudok én saját mondani. Életem a legrejtélyesebb jó alanya. Igen. Hát figyelj, érdekel a gasztronómia. ami azt akartam mondani, hogy szerettek így menni. Igen, tudom, kipróbálni új dolgokat, új, dolgokat. Új, új borokat. Érdekelnek a, a vörös borok, érdekelnek a, a különleges borok, érdekelnek a különleges ételek. Úgyhogy... Ez, ami, ami, hogyha nem kézirabda, akkor ez így ki tud kapcsolni. Uh -huh. Kihúztad egy... belőlem valahogy. Hát, kemény, kemény meló volt. Roli, te mondj valamit magadról, amit még soha nem árultál interjúban. Te már azért jó, jó sok interjút adtál életedben. Valami olyat, amit még soha nem mondtál el nyilvánosan. Kiskoromban motorversenyző akartam lenni. Miért pont motorversenyző? Nem tudom, oda voltam a motorokért mai napig. Már nem mondjuk mai napig nem, de amikor nagyon pici voltam, akkor nagypapám csinált nekem nyolc éves voltam, és egy kis, kis, romettet csinált, így átalakította ilyen csopperszerűvé, most ezt lehet, hogy így lehet, hogy nem mond senkinek semmit, de nagyon-nagyon vagány volt, mindenféle színű volt, és nyolc éves koromtól motoroztam. Jó, persze udvarba, tehát nem úton, úton meg, meg, mit tudom én forgalomban, és motorversenyző akartam lenni minden áron. Az, az vonzott, imádtam a motorokat. És mit érített el? Már azon túl, hogy kiderült, hogy ős tehetség vagy kapusként. Amúgy az. Az, hogy így a, a sport, az iskolában is inkább a labdajáték volt, a kézilabda, akkor megtaláltam ezt kilenc évesen a, a, a kézlabdat, és onnantól kezdve úgy nagyon más, motorra jártam, hozzáteszem edzésekre meg minden, az úgy megmaradt, de de onnantól kezdve, hogy komolyan elkezdtem a kézlabdával foglalkozni, vagy, vagy komolyan vettem a kézlabdát onnantól kezdve, meg ez a motorozás nem nagyon fért bele, tehát nekünk mai napig tiltja a szerződésünk, hogy bármiféle, akár extrém sportot, vagy vagy motorra járjunk edzésre, de már a bicikli is le lett tiltva. Úgyhogy ilyen, ilyen dolgokat nem csinálhatunk. Hát az épp a... elég extrém sportos, hogy szétlöveted magad a kapuban. <laughs> igen, igen, igen. a Bence meg össze-vissza magát. Na, utazás az egy, az egy ö, olyan dolog, ami együtt jár az élsporttal, tehát rengeteget utaztok, de közben nem vagyok abban biztos, hogy nagyon sok lehetőségetek van felfedezni a helyeket, ahová utaztok. Tehát azért úgy sejtem, hogy nagyon feszített a tempó, nagyon be vagytok szabályozva. De van-e olyan utazásotok, akár nyaralás, akár, akár valamilyen túra, ami nagyon, nagyon emlékezetes volt gasztronómiai szempontból? Tehát az ízemlékek megmaradtak. Nekem, nekünk Olaszország, mi mindig mondjuk ide megyünk közel Jezolóba, de mi amíg a gyerekek nem voltak, hozzáteszem, most már azóta nem voltunk. Csak azért mentünk, hogy, hogy a jó olasz kajákat tegyük, és imádom mindenféle tésztá, tésztával és, és, plusz tésztával, és ezeket, meg a tengeri herkentjüket, ezeket nagyon-nagyon szerettem, és mi csak azért jártunk oda. Persze jó, minden jó volt, de, de ezek ezek nagyon-nagyon megmaradtak, úgyhogy, úgyhogy, az olasz kaja, az, 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 azóta is nap, mindnap, sajnos. Sajnos, <laughs> ez az... Mies. Igen. Az evés az fontos. A legfontosabb, szerintem. Bence. Tisztál is két kilót most a erről beszélt. Ja, igen. igen. Én nekem Spanyolország, én szeretem egyrészt a, a spanyol borokat, szeretem a, ezeket a tapaszokat, amilyen kis, kis apró dolgok, de több különlegességet meg tudok kóstolni. Szeretem Barcelonába a, 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 piacot, ahol kimész a reggel, és te választod ki azt, amit szeretnél ott megsüttetni, úgyhogy az egy számomra egy, egy, lenyűgöző hely Barcelona. Egy jó párszor voltam is, meg leszek is még. Úgyhogy én egyelőre azt mondanám. Úgyhogy más-más, ami ugye eszembe jut meg a Franciaország még nagyon érdekel, egyrészt a, a borok miatt is, másrészt pedig a, az ételek miatt, ott még úgy, úgy azt nem már próbáltam. Már a, a, itt Én már látom a, 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 a szalag hogy bárhidi az alkoholista. Tehát az, a, csak, azóta csak a borokról tudsz beszélni. Igen, de most, most ezt, ne úgy, úgy most nem úgy gondolják mert. az emberek, hogy akkor megiszok három liter vörös hanem... Nem, hát egy másfelet, ezt láttam már nem, többször. Bocsánat, csak viccelek. Alása, itt a, a most nem. szerintem meg lehet inni egy deci vagy két deci vörösbort. Én azt az ember még jobban is alszik, meg jót is tesz a szervezetének, úgyhogy én erre így gondolok, nem úgy gondolok, hogy akkor most meg kell inni három vörös vörösbort, meg egyrészt meg se tudok inni, másrészt meg... Na, mi <kül> csak itt a levegő. <kül> <kül> Nagyon száraz. <kül> Ugye annyit tudtunk meg most a az elmúlt öt percben, mint még soha semmilyen interjúban. Nagyon, nagyon biztos. Most már indíthatjuk a nem felvételt. Nem kérdeznek erről, mindig a kézilabdáról kérdeznek. Hát igen, itt most mind a kettőről kérdezünk, de ugye itt alapvetően mi olyan emberek ő, hallgatják a popfiltert, akik nyitottak mindenre, és azért az élsport az a populáris kultúra része, tehát ti ugyanúgy kvázi celebek vagytok Magyarországon. Ez is érdekes egyébként, hogy vajon az egyes országokban mennyire eltérő egy adott sportágnak a népszerűsége. Tehát mint ahogy például nálunk a kézilabda meg a vízilabda kiemelt, ez van egy csomó ország a világon, ahol nagyjából senki nem nem foglalkozik ezzel a két sportággal. Most bocsánat, no offense, de tényleg nem, így minden van. a futball az, ami a top. Top, Igen. top. Ti szeretitek egyébként a focit? Én nem. Nem. Én kifejezetten, Na, a, én kifejezetten a Liverpool-t nem szeretem. Most azt azért mondom, hogy Liverpool mezben ül, itt vele szemben. Igen? Nem is láttam. Jó, ne, én ne nem látjuk. úgy szeretem, nézem, de a jó focit. Én Tehát a liverpool nem, csak a jó focit, köszönöm szépen. <laughs> nem, Barcelonát. Barcelona szurkoló vagy? Igen, de most nem játszanak olyan jó focit. Hát, ennél rosszabb soha ne legyen úgy. Az is igaz. Egy picit menjünk vissza a nagyon kicsi korotokban, mert ez a motorversenyző sztori elindította itt a, a dolgot, hogy ha visszaemlékeztek mondjuk ilyen általános iskolás, alsós önmagatokra, nekem még nem volt olyan régen. <gül> <gül> úgy beszélsz, mint a 17 éves lenni. <laughs> hát. Nem csak ez most már rajtad maradt, hogy te vagy a legfiatalabb. Hogy uh, szerintetek az akkori önmagatok mit szólna, hogyha most látná, hogy mit értetek el, meg hol tartotok az életetekben jelenleg? Nem csak szakmailag, hanem úgy mindent egybevéve. Én nem hinném el szerintem. Nem tudom én nekem mindig kérdezték, hogy hú, én mi szerettem volna lenni kiskorom, hogyha hogy elképzeltem -e azt, hogy olimpián fogok részt venni, és hogy válogatott sportoló leszek, és én soha. Tehát én, én nem úgy kezdtem el ezt, hogy én ez akarok lenni, mert hogy nem volt előttem senki a családban, aki ez lett volna, és akkor, hogy én túl akartam volna szárnyalni, hanem mindig, amikor edzésre jártam, azért jártam edzésre, én jól éreztem magam, és, és tenni akartam, az egy jobb legyek, edzettem, mint az állat, tényleg törött kézzel, és ott álltam a sorba, és akkor az edző, hogy te mit csinálsz itt? Hát én jöttem edzeni. Há már haza, hát menjél már van törve a kezed. Ne, az egyiket hátra teszem, akkor másik. E eszközöm -es -es ez így volt. És, 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 én nekem, nekem ennyi volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy nem hinném el, vagy hogy meglepődnék rajta. De szerintem hogyha kiskorban valakit nagyon nagy elvárás elé állítanak, abból sosem lesz nagy játékos, mert én is úgy kezdtem igazából, hogy jól éreztem magam, nem voltak a barátok, elkezdtem a, a kézilabdát, előtte fociztam, aztán egy után az embernek így átkapcsol az agya, mert ö, én ilyen készeléti rendőr akartam lenni, Előtte meg kiskoromban ilyen fűnyírókat néztem, azok után mentem az érdekelt, mert a kukásautó, meg ilyen, ilyeneket figyelgettem. Úgyhogy. Még a készelét. az a... érdekes. Igen. Hát tudod, hogy ezek, ezek a nagy tekesek, akik be vannak öltözve nagy, izé, és az úgy, hogy keménynek éreztem magam, hogyha mondom, ilyen leszek. Nem végül maradtam a kézzel De azért megállapodhatunk, hogy az is elég kemény, amit most csinálsz. Hetente egyszer vagy inkább kézzel. is tekes, vagy szerintem Igen. Már, már nem csak vagy az úgy beöltözve, de. Az a ruha kéne abszol... rám, igen. Még nem biztos, hogy minden ellenfél örülne neki, hogyha ilyen rendőr rendőrszerkogon bemennél de ja, Igazából ez is kemény. De azért érdekes nálad egy, egyébként ez a kérdés, mert ilyen későn kezdtél el kézilabdázni, hogy valószínűleg még ilyen 6-7-8 évesen abszolút benne se volt a pakliban, hogy te ilyen sportoló. Akkor dolgok. már kiégtem volna, az a szerencsém, hogy későn kezdtem el kézilabdázni, 13-14 évesen, mert lehet, a korábban kezdek, akkor már kiégtem volna. Akkor már lehet, hogy most azt mondtad, 38-nak érzed, akkor most lehet 50-nek érezni Igen, a testedet. valahol feküdnék. De elégedetlennél a mostani önmagaddal, nem? Igen, mindenképpen. Hogyha adnék nektek egy időgépet most, sajnos nincs a bőröndömben, de tegyük fel, hogy van egy, bárhová, bármikorra visszautazhatnátok, és találkozhatnátok egy emberrel, akivel beszélgethetnétek fél órát, akkor kihez mennétek, és, és miről beszélgetnétek? Azt hiszem, az lesz a kérdés, hogy mit, mit változtatnék meg az életemben. De akkor most nem tudok válaszolni egyelőre, mert arra, erre koncentráltam. Majd erre visszatérünk Jó. mindjárt. Ez megfogott ez a kérdés. Én nem még nem gondolkoztam, hogy kivel beszélgetnék egy, egy fél órát, de biztos, hogy valami nagy sportolóval, vagy valami nagy emberrel, talán egy Krisztán Ronaldóval, vagy egy, egy Michael jordan Igen, én is, ahogy nekem is ezek jutottak eszembe. Aki úgy hozzá tudna tenni a, a te karrieredhez, vagy a te, te életedhez valami pluszt mert most egy színésze hiába beszélgetek, azt meghallgatom, persze nagy dolog lenne, de ez nem biztos, hogy tudna valamit pluszt adni az életemhez. Igen, egy olyan ember, aki, aki ugyanilyen csapatban dolgozik, és hogy na, én is, én is azt mondanám, nem tudnék egy embert kiemelni, de nekem is ilyen, tényleg ilyen, nem is tudom, Michael Jordan vagy ilyesmi jutott eszembe. Na akkor most ez az időgépes sztori, ez összeállt a fejemben úgy, hogy egy dolgot, egy, egyetlen egy dolgot megváltoztathattok egy konkrét meccs, konkrét nem tudom, egy büntetőt, egy, egy bármit, akkor mit változtatnál? Csak, csak a sportban lehet? Csak a saját karrieretekben. Saját karrieremben, vagy az életemben? Csak a saját karrieredben. Az jó. <gül> 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 akkor még mindig nem, még mindig nem <laughs> Hát senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Igen. Hogy valahol fordíthatok, valahol más lesz az eredmény, valamit, nem tudom, kivédesz, amit nem védtél, vagy... Én a bokos érülésemet fordítanám vissza az Európa bajnokságon, mert akkor indultam le a, el, a lejtőn. Vagy akkor indult el ez az egész. Hát én csináltam egy butaságot a, a privát életemben, ami kihatása van a sportkarrieremre, de ha nem ez, nem ez a kérdés, akkor... El, de akkor mondd el, most már el, nagyon érdekel. Elmondom, igen, volt egy születésnapom, talán a 20. de nem akarok hazudni, és rendeztem barátaimnak, vagy barátaimmal egy, egy ilyen bulit, és úgy gondoltam, hogy egy, egy ilyen pizza helyiségben volt, és úgy gondoltam, hogy a, a, sörös hordót, azt nekem egyedül kell levinnem a, oda a helyiségbe, és ezt, ezt levittem egyedül, és akkor gerincsérvem lett, mm. és én azzal szenvedek azóta, és ez 18, 18 éve, vagy hát körülbelül, úgyhogy én a szenvedek nagyon, és ez a sportot maximálisan befolyásolja, de szerencsére nem kell megműteni, és, és ilyen tornákkal tudom magamat milyen egyensúlyban tartani, de a Bence is meg tudja mondani, hogy ez egy írgalmatlan, nagy, olyan nagyon nagy körforgás, amiben nem, nem, fogok tudni kijönni világéletembe. Tehát ahogy befejezem, meg még többet kell majd szerintem dolgoznom rá. De figyeled egyébként, hogy milyen a Roli? Vagy tök mindegy, hogy mit kérdezek, ő úgyis tudja, hogy mit fog mondani. Én ezt már megtanultam. Van egy séma, amiket mindig elmondok. Igen. Nem tudom, miért kérdezett, vagy készítetted velem ezt az interjút, valamit össze lehetett volna vágni ezt. <laughs> hát majd most jövök én, tudod, majd, majd most jösszön, össze. Most igen. Érdekes, hogy mind a ketten sérülést mondtatok. Hát ez szerintem igen. Az, hogy most kivédesz egy labdát, vagy, vagy, vagy belősz egyet, ez biztos, hogy nem változtatta volna meg az életedet, de egy sérülés az meg tudja keseríteni a mindennapjaidat és a pályafutásodat, meg aztán főképp. Így Szerintem mindenki ezt mondja, ez az, amivel nem lehet együtt élni, úgy, hogy, hogy ez ne zavarna, vagy hogy mondja. Van olyan, hogy annyira fáj fizikailag, hogy, hogy megfogalmazódik bennetek, hogy ez megéri -e egyáltalán? Hogy ez már ilyen mazohizmus, amit csináltok alkalommal? Nem, akkor szerintem már nem csinálnánk. Biztos, hogy nem. Bennem már megfogalmazódott, sajnos. Nekem ott a, a derék részemnél jött az a pont, hogy olyan nehéz időszakom volt, és úgy, úgy elkezdtem nagyon lelkizni, hogy, hogy megéri ez az egész, meg hogy mi lesz, ha műteni kell, szóval hogy, úgy leporg, lepörgött előttem minden, hogy itt a vége, fuss -e véle. Aztán úgy valahogy erőt kaptam magamon, szóval hogy voltak ilyen rosszabb napok, aztán valahogy úgy, magamba markoltam, és úgy, kijöttem belőle, kihoztam magamat ebből, és én is mindig úgy tudom magam kihozni, hogyha dolgozok, dolgozok, és érzem, hogy van eredmény, és érzem, hogy van a javulás. Lassan lejár az időnk, csak arra vagyok még kíváncsi, hogy mi a, a legjobb és a legrosszabb, vagy legimád, általatok legjobban imádott, meg legjobban utált része a kézilabdának. Kezdhetem én? Hát, hát ha nem kezdünk mondatot, de, de sajnos azzal kell kezdenem, hogy hát nekem sajnos már ezek az alapozások azok, amik a hátam közepére nem kívánom őket, de tényleg a napi kétedzések, a, a, sőt van egy olyan van egy olyan két egymás követő nap, amikor egyik nap két edzés, és a másik nap reggelén még egy labdás, ugyanúgy három edzés egymás után, tehát nekem ezek már nagyon nem. A meccsek nagyon igen, tehát az, ami még mindig motivál, azok a meccsek és a, a jó edzések, amikor jól érzem magam, és érzem, hogy erőm teljébe vagyok, és csinálom, és megyek, és én kérem a plusz munkát, de az, amikor már, már el van várva tőlem az, hogy, hogy tényleg, mit tudom én, hát 24 órán belül, Három szor kétórás órás edzés, na az, az, már, az már nagyon nem, nem annyira gyere be. Nálam, ami a kezdem a rosszal, az az utazás, mivel elég kényelmetlen általában az összes repülőgép, főleg amikor egy meccs után hajnalba fel kell kelni, úgyhogy hajnal kettőig nem tudsz aludni, és öt órakor kelsz, és elindulsz a repülőtérre, és este hétre érsz haza Szegedre a saját ágyadba, és másnap edzésed van, úgyhogy ezek úgy, úgy úgy le tudnak rombolni. Ami meg épít, meg amit szeretek, azok, azt gondolom, hogy a siker, meg az, hogyha jól megy a játék, ebből tud az ember építeni és építkezni. Roli, neked mi az, ami csak hogy pozitív legyen a végkicsengése? Ja, én mondtam, hogy nekem a mérkőzések azok, amik, amik még mindig motiválnak, vagy amik erőt tudnak adni. Én azt azt nagyon-nagyon szeretem. Meg hát természetesen a sikerek, az az mindenképpen a siker, a, de, de ezért is csinálja az ember. Hogy, hogy, sikeres legyen, jól érezze magát, legyen egy jó, te, 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 igen, jól érezze magát, jó, 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 legyen idejönni, jönni, jó legyen csinálni, mert azért már nyilván túl vagyok egy-két e, szezonon, és nem biztos, hogy, hogy akkor csinálnám, hogyha, hogyha, annyira nem érezném jól magam. Hát már az elején kívántam, de akkor most megerősítem, mert az azért nagyon szépen kirajzolódott, hogy, hogy mekkora fizikai erő feszítéseket igényel az, hogy visszajöjjeltek egy-egy sérülésből, meg hogy mentálisan is ez mennyire megterhelő, meg nehéz tud lenni. Szóval, hogy azt szeretném kívánni nektek, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, akkor, akkor mind a ketten inkább konkrét, friss meccsélményekről beszélgethessetek velem, és hogy felejtsétek el az összes sérülést, meg minden mélypontot. Köszönöm szépen, hogy vendégül láthatok bennünket itt a FIK arénában, és hát még benézünk edzésre is. Azt nem ígérem, hogy beállok. A kapus edzése sem. <laughs> Koncerted van este, vagy mi a baj? <laughs> nem, mindenkinek jobb, ha énekelni a fogok, még kézilabdázni sem. De egyébként engem a kapuba állítottok, mert annyira ügyetlen voltam. Na, hát innen szép nyerni. <laughs> Na, köszönöm szépen. Köszönjük.